Köszönöm szépen, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelentet itt a Szántói Örökség napokon, ami már nem is tudom, hanyadik a sorban. A lényeg az, hogy egyre nagyobb sikerrel tudjuk megrendezni ezeket a rendezvényeket. Minden évben más-más tematikát választunk. Ebben az évben a szántói szlovák dal a témánk. Kodály Zoltántól származnak a következő gondolatok. A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formája ízlését és emberi magatartását. Nem is gondolunk bele, hogy a zenének, dalnak milyen személyiségformáló ereje van, hogy a dallal, mondókákkal való ismerkedést már a születéstől kell kezdeni, de akár már az anya pocakjában is, hiszen tudjuk, hogy a magzat már a 20. héttől hallja, hogy mi történik a pocakon kívül, és meg is tudja különböztetni a különféle hangokat, az édesanyájét és az édesapájét is. Az énekhang mindenkinél kéznél van, és a legtermészetesebb módja a zenélésnek. Mennél régiesebb állapotban él egy nép, annál szigorúbban meg van szabva, hogy mit, mikor szabad vagy kell énekelni. Talán Pilis Szántón egy kicsit a szigor már lazult, de annyiban megmaradt, hogy minden életkornak és alkalomnak megvannak a maga énekei. Gyermekkorban, az óvodás években gyermekdalokkal, altatókkal kezdünk ismerkedni a szlovák dalokkal, iskolás években mondókákon, gyermekjátékokon keresztül folytatjuk, majd a különböző alkalmak, egyházi ünnepek dalai következnek, katonadalok, melyeknek szerencsére már nincsen aktualitásuk, csak nosztalgiából vagy szép szövegük és dallamuk miatt énekeljük ezeket a dalokat. De énekelünk lakodalomkor, és hát Pilis Szántón híresen sokat énekelnek a lakodalmakban. Szinte egy-egy szünet után a zenészek alig tudnak elkezdeni játszani, mert ugye a nótát, ha elkezdik, nem igen tudják abba hagyni a szántóiak. Temetésen a kegyelet és az emlékezés dalai hangzanak el, szüret közös mezőgazdasági munkák, unalmas téli estéken, régen ugye tolfosztás vagy kukoricafosztás közben, vasárnap délután pedig összegyűlve a pázsiton. A lányok egymásba karolva, énekelve mentek a pázsitra, ahol találkozhattak a legényekkel. Ahogy erről a nóta is szól, Na Szántove, Na Pázsiti, Na Pláci, Mulatujuti, Szántovszki, Mlágyenci. Ezek mind-mind alkalmat teremtettek az éneklésre. De nem is kellett alkalom, mert egy-egy baráti találkozgatás, baráti borozgatás, kocintás mellett is dalra fakadtak, vagy kerti munka közben, szüretkor, vagy egyszerűen menet közben saját szórakoztatásukra is énekeltek a szántói emberek, mint például Sasvári Feri bácsi, akit mindenki csak Füttyös bácsinak hívott, mert, mint a beceneve is mutatja, állandóan fütyörészett és dalolt. Ma a Pilis Szántói szlovák dalok őrzői falunkban elsősorban a pávakör, a Studenka, a Pántika Néptánc Együttes és a Nyugdíjas Klub énekkara. De a dalok átörökítése már az óvodáskorban kezdődik, és a szlovák általános iskolában folytatódik. Régebben a dalok tanulása talán könnyebben ment, hiszen sokkal inkább az életünk része volt. Ma már szinte csak a közoktatásban van rá lehetőség, vagy az ilyen ünnepi alkalmakkor. Kevés az a szerencsés gyerek, ahol a családban még ismerik és éneklik ezeket a dalokat. A Nyugdíjas Klubban az összejöveteleken minden alkalommal köszöntik a névnaposokat, és mindig eléneklik az ünnepelt kedvenc nótáját. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében rendszeresen megtartott énekórák és a születi mulatságok, zenés-nótás ébresztők majáriskor
ezek is mind kiváló alkalmat teremtenek egy kis együtt dalolásra. De tagadhatatlan tény, és sokat kesergünk is rajta, hogy a régi szép hangok sajnos eltűnnek közülünk. Már sokan a mennyországban énekelnek. Azok, akik még tercelni tudtak, és ezzel magasabb szintre emeltek egy-egy előadást. Szomorú igazság ez, de mindemellett fontos, hogy a dallam, a szöveg a mai napig ott cseng a fülünkben. Ha zenei élményként nem is tudjuk ugyanazt az élményt nyújtani, mint elődeink, fontos, hogy ismerjük a dalokat és énekeljük. Ebben nagyon fontos szerepet játszanak hagyományőrző együtteseink és a népdalgyűjtések. Erdélyi Molnár Klára, akit mindenki Klárikaként ismer, ő a Kóborzengő zenekar prímása, de egyben a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet tudományos munkatársa is, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia Népzene Tanszék oktatója. Így beszélt a szántói dalokról. Tágabb földrajzi környezetünkben, akár a Dunakanyar vidékét, akár a Dunántúl északkeleti részét tekintjük, talán éppen a pirisi szlovákság dicsekedhet a leggazdagabb és legértékesebb népdalhagyománnyal. A földrajzi elzártság és a nemzetiségi különállóság révén eleink híven megőrizték a messzi északnyugati tájakról magukkal hozott dalaikat és dallamaikat. Ezeket a legutóbbi időkig használták mindennapjainkon és ünnepeinken, és időről időre újabbakkal is gyarapították dalkincsünket. Az új dalok pedig helyet kaptak a régebbiek mellett, a dalolásban és az emberek szívében. A régi időkben a mészégetők, fuvarosok és a messzi alföldi uradalmakba lejáró mezőgazdasági munkások, aztán a monarchia hadseregeiben morvákkal és csehekkel együtt katonáskodó férfiak, végül a 20. század közepén a lakosság cserélévén el majd visszaköltözöttek is, gyarapították a szántói dalkészletet is. Ám a faluba érkező új zene mindig át kellett, hogy szűrődjék a helybéliek ízlésének szűrőjén. A pirisi németség szintén nyugatias jellegű dallamait többnyire némi ritmikai és dallami finomítással gyakran átvették. De a magyarság új nevezetes, új népdal stílusát, amely a mai magyarországi szlovákok szinte minden más csoportjánál nagy divatba került, a pilisiek, így a szántóiak is igen kevéssé kedvelték meg. A nagymúltú pilis-szántói páva köré Sztudyenka előadásain tehát egészen régi, akár a középkorban gyökerező és egészen friss 20. századi dalokat hallhatunk egy-egy csokorba kötve. Ám ami ezeket az előadásokat igazán értékessé teszi, az a hangzás egységessége, az a szolid nyugalom, amely a szántóiak dalolása közben sosem szűnik meg, és ami valóban a pilisi erdőség öreg fáinak békés susogását idézi fel a hallgatóban. Ezek voltak Klárika méltató szavai. Bármilyen tematikánk is volt, van, vagy lesz az örökség napokon, az ének és a zenei hagyományunk mindig szerepel rendezvényünkön. A rendszeresen fellépő zenekarok, fúvósok repertoárjában sorra felcsendülnek az ismert dalok, ezzel visszahozzák azt az életérzést, amit őseink érezhettek. Szerencsére reneszánszát éli a fiatalok körében is ez a műfaj, így szórakozás közben sikerül a dalokat megismerniük, megtanulniuk. Újra visszakapja a régi rangját, helyi, nemzetiségi öntudatunk és büszkeségünk tárgya lesz. Visszatér az ázsiója, mint a házi pálinkának a flancos viszkivel szembe. A házi készítésű szörpnek és lekvárnak, sajtoknak, mindennek, ami csak is a miénk. Nem erőltette ránk senki, a gyökereinkből táplálkozik, és a vérünkben van. Nekünk, nemzetiségieknek fontos, hogy sajátos zenéket
énekeinket, szokásainkat őrizzük és továbbadjuk, együtt újra és újra megéljük. Kedves vendégeink, mielőtt a program elkezdődne, egy kellemes kötelezettségemnek szeretnék eleget tenni, amikor megköszönöm szponzorainknak rendezvényünk nagylelkű támogatását. Köszönjük a Pilisszántói Pávakörnek, a Krausz Mezőgazdasági Üzletnek, a Szlovák Kulturális Intézetnek, a Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, Rucska Lászlónak, Balogh Józsefnek, a Takarékbanknak, a Swiss Parketnek, Sipos Lászlónak, Diószegi és Fiai Bétének, Sárközi Renátának, Koblenz Sándornak, Trikala Józsefnének, Diószegi Miklósnak, a Kriston Konyhának, Németh Ferencnek és Diószegi Marinak, a Pilisszántói Nyugdíjas Klubnak és Somorjai Edének a támogatást. Nagy köszönet illeti a beiglisütésben, főzésben, szervezésben segítő kezeket, és hadd soroljam most fel azoknak az asszonyoknak a nevét, akik évről évre, nagy többségük szinte minden alkalommal ott volt, amikor a beigliket sütöttük. Köszönjük Horica Zsófinak, Skipek Tercsinek, Kovács Terkának, Posztránszki, azaz Bagyan Margitkának, Peredini Erzsikének, Kollár Mihályné Margitnak, Diószegi Marka néninek, Motika Terinek és Bogár Gabinak, hogy segítettek. Nagy örömünkre szolgál, így van, hogy nagy-nagy tapsot érdemelnek. Nagy örömünkre szolgál, hogy jelentkezett most egy szántói fiatalokból álló főzőcsapat. Bízom benne, hogy ez a lendület, amit ma itt produkáltak, ez megmarad, és tényleg fogják rendszeresen vállalni ezeket a főzéseket. Nem tudom hirtelen felsorolni mindenkinek a nevét, de Rucska Laciék, Dobai Zsoltiék, Pallai Janiék, és hát az egész baráti társaság csatlakozott hozzájuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nekik is a segítséget, és egy nagy tapsot kérek nekik. Köszönöm szépen! Most pedig a programunk következik, folklór programunk a szlovák dal jegyében. Az első műsorszám a volt nagycsoportos óvodások, akik ebben az évben már szeptemberben az iskola padba ültek be, fogadják őket nagy-nagy szeretettel. Verje, verje, cesta nova domes,
Thank you.
Kedna nyik nyik, to kedna nyik nyik,
Pallasso, Milano, Csosszámi Sibály. Prenyes csász, nem isi, nem jel, hogy jevál. Zállászom hozzá rúcskú, ávívjen lána rúcskú. Milli moly, kumisztoly, isi számjegoly. Zállászom hozzá rúcskú, ávívjen lána rúcskú. Milli moly, kumisztoly, isi számjegoly. Mállászom, mi lehó, a úzsnyemán nincs. Bommi hozzád rála, tejtonod címis. Gdje számácski túláli, a misi nyekítáli. A mojho milého, zezlánje háli. Gdje számácski túláli, a misi nyekítáli. A mojho milého, zezlánje háli. Kuretjaz, oretjaz, pletjemem mi retjaz. A mi retjaz, ne pletjeme, pletjeme szászámi. Hogy se ajdi számi. Málonáz, málonáz, hogy kesek színet színáz. Nyeszen Krisla, Pálina, Fertolyes rásza. Jankó, Jóskó, Magykó, Lenka, Pozze rásza. Színen pádájú, sárkány igaz vietájú, kesi messzá. Színen pádájú, sárkány igaz vietájú, kesi messzá. Prirodája, humel, kiáltás víznáz viet. Már cselben a zsűrtok nyertos, már robbágy viet. Prekárvinám szerint rák, sikognál jelve rúgrágy, fanyi eszeg. Csillagszom, csillagszom, prefretalászom, cserbenim, felemim, visiválászom. Este néz osztálát rá, úcskányi, muszínja, muszínja, köszönjük szépen az obisoknak. Következő műsorszámunk a Blazsia. Előadja az általános iskola Pántlika néptánc csoportja, az 5.-6. korosztály. A Blazsia az iskoláskorúak táncalkalma volt, minden évben egyszer farsangkor Balázs napján rendezték meg. Kitakarítottak maguknak egy üres istálót, fészert vagy kamrát. A tanítók is biztatták őket, hogy menjenek. Sokan voltak, egymást forgatták, pörgették. Nem volt az még igazi tánc, apróztak, mintha törnék a mákot. Harmonika szóra járták. A mulatságot az előjáróság is megtekintette. A péktől perecet hozattak, azt ingyen osztották ki a gyerekeknek. Az összeállításban a felnőttektől, a nagyobbaktól elesett táncokat láthatunk. Ezek a Vánkusovi tanyec, azaz a párnatánc, a simsiri, német eredetű polgári társastánc, skákana, ugrálós polka és mars. A zenei kíséret pedig a Szántovszka Nálada hangfelvételről összeállította Kotrocó Irén. Thank you.
következő műsorszámunkban pedig a Páva kör fog énekelni. A Pilisszántói Páva kör 21 fővel alakult meg 1980-ban, azzal a nemes céllal, hogy a nagyszülőktől hallott dalokat megőrizzék, és a fiatalságnak továbbadják. Gyönyörű csokraikban gregorián dallamok és többszólamú énekek egyaránt felcsendülnek. Alapító tagjai közül még többen ma is aktív résztvevői a fellépéseknek. Az együttes 39 éve nem csak minden pilisszántói rendezvény aktív résztvevője, hanem több pilisi település vendégszeretetét is gyakran élvezik. Az 1989-ben Piliscsévi és Pilisszentkereszti kórusokkal együtt megalakult Pilis kórussal rendszeresen felléptek Bánkon, Gyetván, Galántán, valamint az országos szlovák napokon is. 1992-ben megalakult a Szántói Hagyományőrző Együttes, mely három pilisszántói együttesből állt össze, úgy mint a Pávakör, a Pántlika Tánc Együttes és a Szántovszka Náladás Zenekar. Repertoárjukban szerepelt többek között a Katalintól Karácsonyig, a Szántói Búcsú, Vasárnap délután, melyekkel felléptek a Néprajzi Múzeumban, sőt, határainkon túl, az észtországi Kunda városában és Szlovákiában is. Mára hagyománnyá vált, hogy a Békásmegyeri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat meghívására adventi műsort adnak. Munkájukat több ízben elismeréssel jutalmazták, a szlovák népdalkörök országos versenyén ötször kaptak aranyminősítést. A 2007-ben Rudabányácskán megrendezett országos szlovák napokon pedig az együttes megkapta az országos szlovák önkormányzat legmagasabb kitüntetését, a Zanasu Národnost elnevezésű díjat. Következzenek most tehát a Pilisszántói Pávakör. Share.
Naša jedlička je blahoslavená. Ta naša jedlička je blahoslavená. Či v létě, či v zime, či v létě, či v zime, vždycky je zelená. Či v létě, či v zime, či v létě, či v zime, vždycky je zelená. Co ty mi műsorszámunk címe Vasárnap délután Pilisszánton. Előadja a Pántlika Néptánc
Pántlik a Néptánc Együttes és a Pávakör közösen. Gyakori táncalkalom volt a vasárnapi tánc, helyszíne az egyik 1952-ig működő Pilisszántói kocsma, amelynek volt egy 16 méter hosszú táncterme. 16 éves kortól mindenki járhatott ide. A mulatságban a tánckészlet minden tánca sorra került, a keringők, rutyená, női körtánc, koló, dokolecska, dokola, vegyes körtánc, a polka, a skákana és a mars. A táncok szünetében pedig együtt énekeltek. A zenei kíséretet Kóbár Ferenc adja harmonikán. Horra, horra, viszoká, hordjú, horra, kicska. Horra, horra, viszoká, hordjú, horra, kicska. A hordjú, horra, kicskú, a hordjú, horra, kicskú, szújjen a hordjicska. Thank you.
Thank you.
Folklor Együttes programjával folytatódik. A Pilisszántói Sztudyenka Folklor Együttes 1979-ben alakult a pilisszántói szlovák népzenei hagyományok ápolása céljából. Amikor ezt a nevet választották, nem csak a falu határában lévő forrásokra gondoltak, hanem arra a gazdag és tiszta népzenei forrásra, amelyből azóta is merítik repertoárjuk anyagát. Az együttes a kétszólamú dalok éneklésén túl gyűjti a helyi szlovák szokásokat, hagyományokat, amelyekből ezidáig 4 zenés, táncos, énekes színpadi jelenetet állítottak össze. 1984-ben a pilisszántói lakodalmast, 1992-ben a szántói karácsonyt, 1994-ben a szántói regruták című darabot, majd 1997-ben a pilisszántói húsvét címet viselő jelenetet. Az együttes a 4 évtized alatt számtalan helyen, fesztiválon, rendezvényen szerepelt hazánkban, kezdve a pilisi falvaktól, Mátraszentimrén, Bánkon, Békéscsabán, Nagybánhegyesen, Tótkomlóson, Szegeden át egészen Füzérig, hogy csak néhányat említsünk, de fellépett az ország határain kívül is, többek között az ausztriai Semmeringben, a gyetvai, gyerhovai, zsilinai, presovi, poprádi fesztiválokon. Így juttatták el, s juttatják el mind a mai napig szerte az országba, s azon túlra is szülőfalunk, Pilisszántó község szlovák népdalkincsét, hagyományait, ezzel is öregbítve községünk hírnevét. Ott volni, Lila, manáj, dilej, sa, anyesz, kis.
ki messzi zatúk, mi les kuszgó sáma. Máleszom jendú prái les kuszgó zsilá fáre, nyemo helszom nyej, hogy ívász főze fára le. Ájászom nyej, hogy ívász, következő műsorszámunkban a Nyugdíjas Klub énekkara lép fel, kérem őket, fáradjanak a színpadra.
Szeretnélek megkérni benneteket, gyerekek, jó, hogy most egy kicsit fáradjatok hátrébb, jó, és maradjatok egy picit még csendesen, jó, utána jön majd az a zene, amikor itt ugrálhattok, táncolhattok, jó, egy kis csöndet, kis türelmet kérnék szépen, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a Nyugdíjas Klub énekkarának ezt a nagyon szép műsort. A régi és a jelenlegi szántói dalosok mellett nagy hálával tartozunk Kormos Sándor költőnek, aki nagy szakértelemmel és nagy odaadással elkészítette Piris Szántó dalainak nagy gyűjteményét. Kormos Sándor 1941-ben született Piris Szántón, jeles kétnyelvű költő, műfordító, pedagógus, szerkesztő és zenész, a kortárs magyarországi szlovák irodalom meghatározó alakja. A dalokat kottáikkal, értelmező előszóval és énekeseik fényképes ismertetőjével együtt 1990-ben vehettük kézbe a Szántovszkem Pilisi című vaskos kötet formájában. A 300-nál is több dal között természetesen a legnépesebb a szerelemről szóló dalok csoportja, de számos újabb tréfás szövegű dalt, sok-sok katona és regrutanótát, továbbá a lakodalom régi és újabb szertartásos dalait és szívszorító balladákat is találhatunk a kötetben. A szántói gyermekek számára kedves, vidám játékdalokat és mondókákat hagyományoztak a régiek, végül a kötet tartalmazza
az egyházi ünnepek énekei közül is a legszebbeket, a szántóiak számára a legfontosabbakat. A Szántomszkén Pirisi népdalkötet újabb kiadását tervbe vettük, de sajnos a szerkesztéssel, kiadással kicsit megcsúsztunk, így erre csak a későbbiekben kerül majd sor. Most pedig felszeretném kérni Kormos Sándort, hogy jöjjön föl a színpadra, és ossza meg velünk gondolatait. Kedves közönség, köszönöm szépen a mai program rendezőinek, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy erről a könyvről beszéljek. Nagyon szerettük volna, hogy az örökségi napok előtt jelenjen meg, de máma a könyvkiadás igen drága, hosszadalmas és bonyolult. De ami késik, nem múlik, a közeljövőben meg fog jelenni ennek a népdalgyűjteménynek, Szántomszkén Pirisi című népdalgyűjteménynek a második kiadása, amely ki lesz bővítve azokkal a népdalokkal, amelyek az első kiadásban hiányoznak, és egy magyar nyelvű rezümével. Most engedjék meg, hogy a kiadvány fűszövegéből idézzek néhány gondolatot. A gyűjtemény több mint 300 szlovák népdalt tartalmaz, amelynek 12 különböző tematikus csoportot képeznek. A szerző gyűjtő Pilisszántó népdalkincsét mentette meg az elkövetkező nemzedékek számára, ugyanakkor hiteles és teljes képet ad a község népzenéjének, népköltészetének jellegéről, értékes kutatási anyagot nyújt az összehasonlító népzenetudomány és a szlovák dialektológia számára. E népdalok a szántói szlovákok olyan hagyománya, amelyben hűen tükröződik etnikai eredetük, történelmi múltjuk, erkölcsük, érzelmi életük, vitalitásuk, humorérzékük, és nem utolsó sorban nyelvük és esztétikai és formaérzékük. A kiadvány népzenei és nyelvi anyagának szakszerű interpretálása, történeti és földrajzi vonatkozású megvilágítása új adalékot jelent a pilisszántói szlovák lakosság eredetének kutatásában, feltérképezésében. A pilisszántói szlovákok ősei, akik a 18. század elején Trencsén és Nagyszombat környéki nyugat-szlovák községekből menekültek az elviselhetetlen jobbágy terhek elől, 1715-ben alapították ezt a községet, melynek környéke a 150 éves török hódoltság alatt teljesen kipusztult, lakatlan vidékké vált. A község lakossága csaknem 3 évszázadon keresztül az osztrák-magyar monarchia széthullása után már egy új állam keretén belül a mai napig megőrizte hagyományos nemzetiségi kultúráját és nyugatszlovák típusú nyelvjárását. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen Kormos Sándornak, aki nem olyan régen egy új verset is írt, melyet egy szlovák népdal dallamára énekelni is lehet, és ez az új vers, ez a Kékházról szól, ami közösségi eseményeink új helyszíne, mint mindenki láthatja, és a korábban már megénekelt Pázsiton van, ahol a fiatalok mindig mulattak. Most fogadják szeretettel ezt az új dalt. Na Santo Vermo Drendo Metanje Sazacina
csodizom a szegyela. Kurástába kedvihrám a Szantoszkána lada. Kurástába kedvihrám a Szantoszkána lada. Szerhagyútba cerúszámú oblada. Rossz jelenye tancuje, mert ott lecser a dórada. Szerhagyútba cerúszámú oblada. Rossz jelenye tancuje, mert ott lecser a dórada. Veszel, olyan mód, nem tudom, mert veszel a nálada. Veszel, olyan mód, nem tudom, mert veszel a nálada. Ilelinko popijam ez pohára, szari mladi viszkapujú od vecsera do rána. Ilelinko popijam ez pohára, szari mladi viszkapujú od vecsera do rána. A hagyicska premilena csoszi zarmutjena. A hanyicska premilena, csoszi zarmutjena. Szolzsanyicska, rokolecska, tancúvar. Dám ki milá premilena, preveszelú polkúra. Szolzsanyicska, rokolecska, tancúvar. Dám ki milá premilena, preveszelú polkúra. Rendezvényünkön egy rendhagyó eseményhez érkeztünk. Ebben az évben fájó szívvel búcsúztunk Semberi Istvántól, akinek köszönettel tartozunk mindazért a méretetlen fáradozásért, amit életében Pilisszántóért végzett. Abban a szerencsében lehetett részünk, hogy az ő tanácsait kérhettük ki köztereink rendezésénél, növénytelepítéseknél. Mindig azonnal szívesen és önzetlenül tette ezt. 2017 őszén készített vele egy riportot, volt munkahelye a főkert, ahol 40 évig dolgozott, nyugdíjazásáig, nyugdíja előtt főépítésvezetőként és osztályvezetőként, és ebben a riportban mesél kalandos család történetéről és életéről. Szeretnék ebből a riportból néhány gondolatot idézni. A Semberi család maga a felvidéken Zsemberben volt birtokos, legalább 9-10 falura kiterjedő birtokkal. Semberi István családja sok megpróbáltatáson ment keresztül, édesapját elvitték Recskre, ahonnan megbélyegzett emberként került ki. Először pályamunkás volt a MÁV-nál, majd irodista, később pedig Balassagyarmatra került, a Szügyi Tangazdaságba agronómusnak. Itt tanult Semberi István is. Mindig is vonzódott a mezőgazdasághoz. Hátrányos helyzete volt, ugye családja megbélyegzett volt, ezért reménytelen volt az, hogy bekerüljön az Agrár Egyetemre, de végül is kapcsolatok révén a Kertészeti Egyetemen kezdett tanulni. Később, mikor lediplomázott, a Kamaraerdei Szociális Otthonban lett főkertész, ott 50 holdon gazdálkodott. És akkor tájt a budapesti Micsurin TS-ben egy parképítő üzemágat alapítottak, oda ment dolgozni. Itt dolgozott hosszú-hosszú éveken keresztül, míg meg nem szűnt a parképítő részleg ennél a TS-nél, de kiváló sportoló volt, és sportpályafutása kapcsán került kapcsolatba a Beacszal, és a Beacz pályát pedig a főkert csinálta. Így került végül a főkerthez 1963
64-ben a parképítési osztályra, és végül is ott dolgozott az elkövetkező közel 4 évtizedben. Olyan munkák fűződnek hozzá, mint például a római parti kemping kialakítása, rengeteg lakótelepi parkot hozott létre, sportpályákat csinálta, a Margit-szigeti tenisztadiontól kezdve az újpesti Dózsa atlétikai pályáján át egészen a Fradiéig. De a budapesti március 15-e tér is az ő munkáját dicséri. Hatalmas kertészmérnöki tapasztalatával önzetlenül segédkezett köztereink kialakításánál, növénytelepítéseknél, de szívesen segítette tanácsokkal lakótársait is. Csak saját polgármesterségem évei alatt is nagy segítséget nyújtott, mikor a polgármesteri hivatal és az iskola között kialakítottuk a közparkot, megtervezte a templomtéri parképítés növénytelepítését, pályázat benyújtásánál kegyeleti parkot tervezett, és sorolhatnám. Rendszeresen jelentek meg szakmai cikkei a Szántói Hírmondóban. Hiányát már most érezzük, emlékét őrzik a fák és a növények, amik gondoskodása nyomán díszítik településünket. De úgy gondoltuk, hogy emlékére ültetünk egy fát itt a Pilis tövében, ami csak is az övé. És hogy milyen fa legyen ez? Egy ginkgó biloba. És miért éppen a ginkgó biloba? Mikor a hivatal udvarában lévő parkot terveztük, akkor oda is ültettünk több fát, és megragadt bennem, hogy kiemelte közülük a többi fa közül a ginkgó bilobát, és nagyon lelkesen beszélt róla. Gyerekek, megkérlek benneteket, hogy egy picit maradjatok csöndbe, illetve a szülőket, hogy ha lehet, akkor próbáljanak ügyelni a csöpségekre. Tehát nagyon lelkesen beszélt a ginkgó bilobáról, amely a világ egyik legérdekesebb fája, akár 1000 évig is elélhet, így ezek a legidősebb fák a Földön. Nagyon ősi növényfaj, kb. 50 millió éves, a jégkorszakot is túlélte. A jégkorszakot rokonai közül egyedüli fajként vészelte át Kínában. Európába az 1700-as évek elején hozták be. Leveleit gyógyászati célokra is hasznosítják, az agy vérellátásának zavaraira, viszértágulatokra, depresszió kezelésére, anyagcsere zavarokra, homeopátiában is alkalmazzák, javítja a koncentráció képességet, és még sok mindent sorolhatnék. Mindezen tulajdonságai méltóvá teszik arra, hogy ezzel adózzunk Semberi István emlékének. Ha sokáig él ez a fa, sokáig őrzi emlékét, egyben képviseli és megtestesíti a szlovákok Pilisszántóra történő betelepülését is, hiszen az is az 1700-as évek elején történt. És a Semberi család is szlovák területről származik. Gyógyító levelei által pedig az utókornak is jó és áldásos szolgálatot tehet. Most szeretnék megkérni mindenkit, aki teheti, hogy kísérjen el bennünket ide az épület mögé, ahol vár bennünket a fa, amit Semberi István emlékére elültetünk. Az énekkarokat kérem, hogy segítsenek majd elénekelni a Pilisi himnuszt és a Dajbok Szcsásztya dal egy-egy verszakát magyarul, illetve szlovákul. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy Krisztina, Semberi István felesége itt van-e. Igen, látom. Köszönöm szépen. Kérlek, Krisztina, hogy akkor gyere velem, menjünk előre.
Mikor?